A szakértői munkacsoport már kidolgozta a tervezetet, az itteni parlamenti pártok által javasolt tagokból álló bizottság teljes összetételben dolgozott. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a munkatestület, amelynek az volt a feladata, hogy a statútum első változatát, a statútum változtatás előtt első változatát kidolgozza, január 22-én alakult, március 10-ig kapott határidőt, hogy ezt a munkát befejezze, mára február 11-ére ez a munka befejeződött. Ez azt jelenti, hogy rengeteg kérdés tekintetében teljes összhang van a szakértői bizottság tagjai között. Vannak olyan kérdések, nem túl sok, ahol különböző álláspontok vannak, ahol alternatívákat fogadtak el és fogalmaztak meg, és ezek körül az alternatívák körül kell az elkövetkező napokban, hetekben konszenzusra jutni. Mindenféleképpen ma bizonyosabban állítható, hogy az egész folyamat június 6-áig befejezhető, mint ahogy az egy hónappal ezelőtt tűnt. Vojislav Kostunica, az SZDP elnöke tegnap azt mondta, hogy kilépnek a munkacsoportból. Pártunk egy jogilag rendezett ország híve, egy alkotmányellenes folyamatnak nem akarunk részesei lenni, mondta Kostunica. Szlobodan Orlovics, a munkacsoport SZDP-s elnöklője viszont ezt cáfolta.